Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit! Mai műsorunkban szó lesz arról, hogy a hőstressz hogyan hat a növényekre és az állatokra. Ellátogattunk Gunarasra is egy juhászhoz. Tartsanak velünk! De mielőtt még hozzáfognánk az imént említett témákhoz, a legaktuálisabbal kezdjük, méghozzá az árpa aratásával. Bajmokon jártunk. A hét eleje óta hangos a határ, megkezdődött az árpa aratása. A jó idő miatt gyorsan haladnak a gazdák, a hét végére az idei árpa 70%-a a magtárakba került. Javában tart Bajmokon az árpának az aratása, ez kétsoros sörárpa. Miért pont kétsoros sörárpát ültet? Hát ennek az az előnye, hogy át tudom adni, mint sörárpának is, de ugyanúgy takarmány árpának is, mert van év, amikor nagy különbségek vannak az árba, például az idei évben is elég nagy a különbség, és hát próbálkozunk sörárpánként eladni, mert különben az is, ez egy eszéki fajta, bingo a neve is, ez jó sörárpa. A korábbi években is használta már ezt a fajtát? Persze, ez évek óta már megvan. És milyenek itt a bajmoki termés átlagok ebből a fajtából? Hát a nagy nem, nincs az átlag, az körülbelül a 30 mázát, hogyha eléri, vagy lehet, hogy kicsivel több is, de úgy az körülbelül. A beltartalmi értékei milyenek ennek a fajtának? Ön, mint sertéstenyésztő, hogy van megelégedve az állatok gyarapodásával? Szeretik-e az állatok jobban? Fogyasszák-e, mint a takarmány árpát? Hát a nagy különbség nincs bennük. Ennek lehet, hogy valamennyibe több volna a fehérje tartalom, de az attól függ, hogy mennyi úreát kapunk rá. Tehát, hogyha jó megvan úreázva, akkor nagyobb a fehérje tartalma. Ez a fajta árpa ugyanúgy érzékeny a ledőlésre, mint a takarmány árpa? Hogyha jó megvan műtrágyázva, akkor igen, ez is ledől, de hát látjuk, hogy ez normálisan kapott úreát, és ez nem dőlt meg. A bajmoki határban hogy állnak egyébként az aratásra, ami az árpát illeti? Hát az egy két nap is már kész, mert árpa azért nem olyan sok van. Nagyjából úgy falu szintjén, hogy a terület szempontjából milyenek a termés átlagok idén? Az a 30 mázsa körül, amit én így hallottam, hogy másnak is, amit mentünk vágni, és körülbelül ott van. Bajmokon holdanként mennyiért végzik a kombájnozást? Most ilyen konkrét árat még nem tudok, mert mindenki várja a másik, hogy kilépjen, ugyanúgy, mint az árpa ára, vagy mindegyik várja, hogy mostan én adok többet, vagy kevesebbet, de hát szerintem ott lesz az 5000 dinár, 50 euró körül. Mi lesz az árpa sorsa? Várják, hogy alakuljon az ár. Mi egyébként mit tudod, hogy mi az aktuális ár az árpának? Pillanatnyilag, amit 16-tól 20 plusz PDV, amit így hallottam, hogy veszik át. Traktározzák, vagy rögtön átadják? Mi lesz a célszerű? Hát akinek van raktározási lehetősége, az valószínű, hogy meghagyja, mert ez nagyon kevés ár, és akinek nincs, annak muszáj átadni, meg hogyha adósságba hozott műtrágyát vagy magot, akkor annak le kell adni. Az itt látható földön is árpa volt, ami ugye le lett forgatva, történt egy altalajlazítás, és utána pedig majd egy növény kerül ide a talajba, pontosan hogyan és miért? Hát az, amit ide az árpa után vetettünk, ez szója. És hogyha nem is fog beérni a szója, de mint zöld trágyának le lesz szántva, és hát az a cél, hogy legalább annyit kapjunk. Milyen agrotechnikai eljárásokat végeztek itt a szója ütetése előtt? Ahogy elment a szalma, akkor altalajlazítást csináltunk, ilyen 50 centi mélységbe ezt az eketalpat, hogy felszaggassuk, utána leszántottuk a ott maradt szalmát, és el lett munkálva, és be lett vetve szójával. Korábban végeztek-e már fajta kísérletet? Hát szóját még nem vetettem így, de napraforgót igen. Most a legkorábbit is az, hát mondjuk a nagy eredmény nem volt, de volt. Egyébként itt Bajmokon a szójának mennyire megfelelő a talaj? Itten nem nagyon, a bajmoki rész nem, mert pont abban az időben, mikor legjobban kellene a nedvesség, mikor virágzik, vagy megtermékenyül, akkor nálunk nem nagyon szokott lenni, úgyhogy itten a szója nem megy, de hát azért próbálkozni kell. Az, hogy mennyi lesz az idei árpa felvásárlási ára, még csak találgatás tárgya. A gazdák minden esetre bíznak abban, hogy a tavalyi bevétel hiányt tudják valamelyest pótolni. Az, hogy bizonyos rosszakarók megméregezik az ember kutyáját, már nem új keletű vajdaságban. Gunarason viszont már a juhokat is megmérgezik. Körülbelül úgy jönk, hogy minden napra egy dögött meg. Az állattartó gazda számára az egyik legfájó pont, ha elpusztul jószága. A legnagyobb igazságtalanság pedig, ha emberi konfliktus miatt az állatokon csattan az ostor.
Ez az a rész, ahol megtaláltad a mérget, pontosan hol és milyen mennyiségben? Hát itt találtam meg ezt a fa darabocska, az elrébb volt, a vödör az egy kicsit arrám, meg volt kirakva az útszélre olyan kis rakásban, mit tudom, mert én úgy nézem, hogy a zsír vagy valami olyan fótokban, de hát azt rögtön eltüntettem, mert a birkákkal jöttem le reggel, akkor vettem észre, és hogy megegyék, hogy valami, akkor eldobtam. Most csütörtök van, ez a mérgezés pontosan mikor történt? Ezt a mérget én hétfőn találtam meg, reggel gyűjtem 9-10 óra körül a birkákkal jöttem, akkor találtam meg, de a mérget azt előtte dobták ki, mert már vasárnap este kezdődött a kutyám, akkor lett beteg, akkor kezdett el habzani, szája, nyála folyni, hasa menni. Tehát tipikus mérgezési tünetek voltak? Hát igen, én úgy gondoltam rögtön, hogy mérgezés, mert már máskor is volt, hogy megmérgezti a kutyát, meg erre-arra. Annyi, amikor adtam neki tejet, azt úgy vettem észre, rögtön hatott neki, vagy valami, meg az helyre jött, megmaradt, de döglött meg másik kutyám, egy megdöglött. A birkákon mikor kezdted észrevenni a mérgezés tüneteit, és mik voltak a tünetek? Hát az legelső, amikor megdöglött, nem gondoltam mérgezésre, mert akkor még a mérget nem találtam meg, ugye hát megdöglött, mondom, valami más is lehetett, egy permetezés, vagy valami, csak az útszél évett füvet, nem gondoltam, hogy ilyen méreg, vagy valami. Másnap, amikor már másik megdöglött, az volt kedden délután, akkor már gondoltam, hogy mérgezés, mivel volt még egy birkám, ami látszott, hogy beteg, hogy nem jó viselkedett, meg volt egy bárányom, ami ott volt az udvarban, és ami utoljára döglött meg, megdöglött a birka is bárány, és azon már én gondoltam akkor, mivel annak is hab jött az órán száján, meg én úgy gondolom, hogy ez miatt, hogy ezt megették. Milyen lépéseket tettél, mikor ez kiderült? Hát én szóltam kedden 9:30 tájba a gunarasi rendőrségnek, kétszer elmentem, akkor ők írtak valami kis ilyen papírt, hogy tettem főjelentést, mondták, hogy este van, mit tudom én, reggel 7 órakor kijönnek. Tehát az úgy jön ki, hogy szerda reggel 7 órakor jönnek ki. Nem jött senki, én 8 órakor telefonáltam Topolyára, van egy nyomozó, annélkinek tudom a számját, azt is fölhívtam, hogy mérgezés történt, vagy valami, jöjjön ki valaki, vagy mit csináljak. Hát még most eddig az óráig még nem jelentkezett senki, nem hívtak, nem jöttek. A tegnap délután beszéltem az állatorvossal, hogy akkor már ő nézze meg, vagy valaki, mert ugye meleg van, romlanak a dögök, büdös, el kellene tüntetni, vagy valami. Az állatorvos úr azt mondta, hogy ő nem bír semmit tenni, őnek a rendőrségtükő papír, vagy én fizessem a boncolást. Amit ami mennyibe kerülne? 10 000 dinárba kerül, noviszádon végeznék el. De darabonként? Darabonként, igen. Úgy nyilván úgy mondta, hogy darabonként. Azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egész birkának az árában. Hát az abba kerülne, de nekem már 10 000 dinár körül a birkakárom, még most még döglött birkára költsek rá még 10 000-et, hogy elvégezzük. Hát akkor tulajdonképpen 3 birka, akkor az már 30 000 dinár körül, meg a bárány az 5-6 000 dinár, ami azt jelenti, hogy bő 300 eurós kár. Hát épp most igen, 300 eurós igen. Itt a környékben Gunarason voltak-e már ehhez hasonló incidensek? Hát ilyen jószágmérgezés, hogy kutyákat mérgeztek? Ilyen, olyan volt már, kutyákat mérgeztek, az volt, meg mit tudom én, hogy belövik a kutyát. Máskor, mostanában azért nem annyira, de amit volt, történt már ilyen pulikat, főleg a juhászokra nagyon haragszanak, jelengetik fölüket. Nem. Miért haragszanak a juhászokra itt Gunarason? Hát azért, mert a birka az úgy azt mondják, hogy mindenkinek a fődjébe kárt tesz, meg elmegy az úton, oda piszkít, vagy valami, és akkor büdös van a ház előtt, nem tetszik az embereknek. De ezeket a juhokat ti nem a falun hajtsátok köröztük, hanem a falun kívül. Úton. Én a gunarasi polgármesterrel megbeszéltem, majd lesz papírunk, még nem volt ide megcsinálni, amit én ezen az úton kárt csinálok a birkákkal, mindent kifizetek. Tehát felelek érte. Meg, hát most már 2 hónapja járunk minden nap, szinte úgymondva, reggel este haza, mert tavaly, hogy itt voltak a birkáim, vesztek, lopták, nincs erre senki, ugye. Ez határban van, könnyen elviszik. Muszáj hazahajtanom minden nap a faluba, csak jobban megbírom vigyázni, más az udvar, más a helység. És hogy én ahogy itt hajtom őket, kárt, amit csinálok, azt én kifizetem. De van, aki azt mondja, hogy nem bírom, vagy nem, hogy nem bírom, nem fizetem ki, mert hát csak oda, amin a birka egyet-kettőt lekap, vagy valami leharap, és akkor az tehát minden főd, meg lehet nézni, hogy 1-2 métert a mesje kívül van ütetve. De hát akkor is azt megvigyázom, mert tudom én, nekem is, ha lenne fődem, vagy valami, nem szeretném, hogy kárt tennének a juhászok. Elismerem, igaz, biztos, hogy igaz, ami haragszanak a juhászra, vagy nem szeretik, lehet én se szeretném, ha nem birkatartó volnak. Gyanúsítottam, nincs, én nem láttam, hogy kitette ki ezt a mérget. Van, aki biztosan, hogy nagyon haragszik rám, többszörösen följelentett a rendőrségnél, a faluba, a helyi közösségbe. Ennek nincs alapja, az igaz, hogy annyit hajtom a birkákat, és őnek ez csak ez a baj, hogy az úton én hajtom a birkákat, használom az utat. A polgármester megmondta, hogy az út az mindenki arra használja, amire akarja. Van-e valami, amit még szeretné tenni ez ügyben? Nincs, nem várok semmit, mert hiába fejlemény nem lesz,
Nem tudom. Most megpróbálom máma, még egyszer fölhívom a rendőrséget, még topaják meg én. Most kijönnek-e, nem, én nem tudom, de most annyi, hogy majd aztán később elkajásom a dögöket. Meleg van, büdös, kis családom van. Elég veszélyes ez a dögöt ottan ilyen melegbe tartani, vagy várakozni. Hát nem bírok én egy hétig várni a döggel, mert hát málik szét, büdös kukacok, légy beköptem már. Most ha kijönnek ki, ha nem, nem tudom. Azért az ilyen problémák ellenére megéri manapság még juhokkal foglalkozni szerinted? Nem éri meg szerintem foglalkozni vele. Én most nagyon gondolkozok, hogy fölhagyok vele, nem foglalkozok vele. Hogy sikerült idén eladni a bárányokat? Milyen áron? Hát az ár az elég gyenge, kevés volt az ár, 250 dinár volt a legtöbb, ami adtam el, de hát az mind olyan ár, vagy mi olyan időszakban, amikor olyan új év, vagy május elsője, ünnepkor, akkor a legerősebb az ár, de én nekem nem volt olyan túl sok, mivel nem úgy ellettek a birkáim, kicsik voltak a bárányok, most is van ott egy 30 darab, most a nyár jön, ilyenkor nem nagyon keresik, nagyon, nagyon rossz az ár. Az idei csapadékos tavasz és kora nyár miatt azért most legeltetési lehetőség az van? Legeltetési lehetőség van, legelő van, rengeteg fű, vagy mit tudom én, van. Tavaly év azért jobb volt, nem volt eső, igaz, de jobb volt. Most az eső miatt nagyon sok a sántaság, van sok gond az eső miatt, a birkákkal gondolom. A legelő az jobb, erősebb, igaz, de a birkáknak ez nem jó, nem szeretik. Lábuk tönkre megy, körmük. Milyen a vágóbirka fölvásárlási ára, illetve milyen a gyapjúnak a fölvásárlási ára az idén? Hát a gyapjút azt 80 dinári bírtam értékesíteni, elég jó. Mit tudom, én az évek visszamenőleg 3 év, vagy én így vergődök velük, elég jó. Mivel a nyírást fizetem, nem én nyírok, mindig a nyíratok. Most jó, kifutta a nyírást is, és maradt is rajta egy kis pénzem, máskor azért nem szokott. Volt az első évben, amikor elkezdtem 3 évvel, nem bírtam a nyírókat kifizetni a gyapjúból. Az imént láthattunk bent nálad a bárányokat, volt ott egy törzskönyves fiatal kosbárány, ezek szerint gondolkodol azon, hogy beindítsd a szelekciót az állományodra a támogatás miatt. Mik a terveid? Hát gondoltam, szerettem volna elkezdeni, hogy mondom, hogy már foglalkozok vele, akkor rendes állományom legyen, vagy a pénzt is, hogyha annának rá ilyen támogatást, vagy valamit, hogy akkor jobban megérné, vagy mit tudom én, kifizetődőbb volna ez a foglalkozás, de hát nem tudom, most meglássuk, hogy mi lesz. Ha így, ez az idei évet még azért végig csinálom, de ha így megy, akkor abba hagyom, abba, nem így. A fiatalok mennyire foglalkoznak juhtenyésztéssel, mennyire te tudod? Faluban nem nagyon foglalkoznak juhtenyésztéssel. Akinek volt is, többnek birkája, mindenhol az állomány megcsökkent, főhagynak vele, ritkó, most mit tudom én, körülbelül én úgy, a 3 ilyen nagyobb juh csapat van a faluban. Úgy tűnik, már nem elég, ha a gazdasági helyzet vagy az időjárás teszi tönkre a gazdát. Összefogás kellene, nem pedig egymás boldogulásának az ellehetetlenítése. A rendkívül magas és hirtelen jött hőmérsékleti tényezők nagyon rosszul hatnak a növényekre. A gazdák kénytelenek egyfolytában locsolni. A hosszú tél után hirtelen jött a felmelegedés. A mezőgazdasági növények is megsínylik a hirtelen hőmérséklet ingadozást. A sok esőzés sem tett jót nekik, most pedig a forróság és a szárazság miatt aggódnak a termelők. Amikor az esők voltak, akkor már sokalták, mert hideg is volt. Az eső az elment, vagy elköllött, de az, hogy hideg volt nagyon, és azt megszenvedték egy kicsit a növények. De most viszont most meg jó volna, ha esne az eső, mert sajnos olyan gyorsan kiszáradtak a földek, hogy mintha nem lett volna már egy hónapja se eső, és sajnos most sokat kell locsolnunk mindent, a krumplitól kezdve gyümölcsösök, kukorica, dinnye, szóval bármi vetemény gyümölcsös, és gyorsan kiszárad. Egy nap, ha belocsoljuk, főleg a krumpli, az 2 napon belül már ugyanúgy meg kell locsolni, mert nagyon gyorsan kiéli a nedvességet. A gyümölcsösök és a kukorica tovább megtartják a nedvességet, a krumplit és más zöldségféléket azonban minden másnap meg kell locsolni. A termelők szerint az sem lenne baj, ha mikroszórókkal folyamatosan locsolnának. Melegben legjobb volna csöpögtetővel, vagy ilyen mikroszórókkal, az fölülről nem a levelekre jön, hanem mindjárt a földre. És akkor talán nem leveleknek, meg a fának nem olyan káros
nem sokkolja, mint a nagy meleg, meg rájön a hideg víz, és akkor az csöpögtetővel volna jó. Rendes körülmények között csak a reggeli és az esti órákban lenne szabad itatni a növényeket, ugyanis a termés minőségét ronthatja az, ha az extrém forróságban vízéri a növények leveleit. A termelők szerint azonban sokkal nagyobb baj lenne az, ha a növények nem kapnának elegendő vizet, ezért különböző locsolási technikákkal egész nap öntöznek. Elkötődünk az ideálisra úgy, hogy az időjárás is eltér, mert nem érünk oda egyszerűen. Ez úgy lenne ideális, hogy 4-5 holdanként lenne egy kút, meg egy locsoló szisztéma. Itt én személy szerint itt erőz egy kútról 15-6 holdat locsolok, ez menni kellene éjjel-nappal. Hogy jó, egy fordulóba odaérjek mondjuk minden negyedik, harmadik, negyedik, ötödik nap ilyen melegben, különben komoly gondok vannak, ha ritkítja az ember, akkor még nagyobb sokkok érik rosszabb, mintha egyáltalán nem lassul. A mikroszórók másik előnye az, hogy megkímélik a növények leveleit, emellett a nagy forróságban megtartják a föld nedvesség tartalmát, és hűtik is a növényeket. Ezelőtt egy pár évvel még szinte mindent öntöződobba, tifonnal locsoltunk. Aminek van előnye, hogy mozgatható, vihető bárhol, de oda jutottunk, hogy az energia árak miatt lassan térünk át erre a víz mennyiség miatt is, meg jóval kevesebb árammal locsolunk így mikroöntözőkkel. Azon felül a gyümölcsösökben koronát nem nedvesíti, nem kell olyan sűrűn permetezni, ez is egy előny. Az ingadozó időjárás hatással van a termés mennyiségére és minőségére is. A termelők igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy minél többet és minél jobb minőségű termést tudjanak előállítani. Egy kiadós eső azonban igazán a növények hasznára válna. A hőstressz nem csak a növényeket érinti, hanem az állatokat is, főleg az olyanokat, mint a magas anyagcsere forgalmú fejőstehenek. A napok óta tartó 30 Celsius fok feletti hőmérsékletet az állatok is egyre nehezebben viselik. A nagy meleg megbetegedésekkel és akár vetéléssel, az állat elpusztulásával is együtt járhat. Az állattenyésztők megpróbálják elfogadhatóbbá tenni a hőséget. Ilyen kánikulában kevesebbet esznek, kevesebb tejet adnak, és a borjaik is gyengébek. Kecsenovics János csantavéri termelőt aratás közben kerestük fel a búzamezőn. Abban az esetben, hogyha hőgutát kap a tehén, akkor azonnal hűteni kell, tehát le kell valami ruhafélével takarni, és akkor locsolgatni kell, és természetesen egy kis hűvöset, biztos hűvöst biztosítani neki. Én azt gondolom, hogy az istálók, tehát ugye télen arra szolgál, hogy tartja a meleget a teheneknél. Most nyáron, ha be vannak csukva, attól függetlenül, hogy szellős, mégis nyitva van az ajtó, melegebb van bent náluk? Hát persze jóval melegebb, mert a kérődző állatok, meg minden állat, ugye hát saját testével is növeli a környezet hőmérsékletét, ezért bírja a kérődző állat a hideget, mert olyan esetben, mikor ő lefekszik, akkor a bőre alatt lévő fagyú szövetek, azok tartsák a bizonyos hőmérsékletet, és ezáltal érzi magát jó. Ezért mondjuk azt, hogy a tehén a hideget könnyebben elviseli, jobban tűri, mint a meleget. Hát és ez valójában így is van. Őneki az optimális hőmérséklet az a 14-5 fok, 16. Étványtalanság, szapora, légzés, sok ivás, egésznapos fekvés, ezek a hőstressz tünetei a teheneknél. A jelenségre már szakkifejezés is van. Hőstresszes marha. A nagyobb gazdaságokban súlyos károkat okoz, hogy az állatok tikkadtak. Fontos, hogy a teheneket folyamatosan hűtsék, erre különböző eszközök szolgálnak. Az istálóban párásító pumpát szerelnek, illetve önitatót, amelyben mindig friss hideg víz van. Minden erőnket arra kell összpontosítani, hogy valami úton, módon próbáljuk őket hűteni. Na most ez a hűtés 36 foknál nem is olyan egyszerű dolog. Próbáltunk beszerelni a tejelő istállókba ilyen párásító rendszert, ami állandó hidegvizet nyom, ilyen 40-50 mikronos nagyságú köd alakjában,
és ez csökkenti a hő érzetét egy 4-5 fokkal. Az állatok etetése ugyanaz, mint az év bármely szakaszán, siló, abrak és hereszéna, de ebben a kánikulában az állatok is kevesebbet esznek. Ha a hő továbbra is tartós marad, az állat nem tudja leadni, így többet iszik, belefekszik a trágyalébe, ami az állatok megbetegedéséhez, szélsőséges esetekben az állatok elpusztulásához vezet. Tavaly a húzamosabb ideig tartó hőségben a marhák közül sok elvetélt, néhány pedig elpusztult. A meleg miatt a tehenek 15-20%-kal kevesebb tejet adnak. Ennyi fért mai műsorunkban, ne feledjék, a Pannon Rádióban a 91,5 MHz-en vasárnap 9 és déli 12 óra között Agrárvilág. Egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra.